Iparos családba születtem, apám szabó műhelyében ismerkedtem meg, cérnákkal, a szövetekkel. Anyám ősei malomépítők, nagyapám szűcs, anyám kesztyűs volt. Gyermekkoromban ő megtanított kötni, horgolni, hímezni. 1962-ben a győri szövőipari technikumba iratkoztam. Ott már az első osztályban tanították és osztályozták a csévelést, felvetést, vászonszövést, perzsaszőnyegszövést. Az iskola elvégzése után a pápai Peruc tarkánszövőgyárban dolgoztam, mint érezőmester. 1976-ban készítettem az első szövőszéket, amit sok követett. Mindig fejlesztettem, javítottam, legyen jobb, szebb, használhatóbb, az igényeknek megfelelő. 25 éve, 1991-ben kiléptem a gyárból, és kisiparos lettem. Azóta vagyok tagja a pápai ipartestületnek. András fiam kezdettől fogva mellettem dolgozott a műhelyben. Miután nyugdíjba mentem, céget alapított, átvette a dolgozókat, megvette a műhelyt, és folytatja a vállalkozást. Lőrinc Péter országos ismertségét annak köszönheti, hogy nyaranta szövőszakkört vezet a zánkai útörőtáborban. Alapító tagja a Veszprém megyei népművészeti egyesületnek, bemutatókat tartott a táncház találkozókon, kezdettől résztvevője a mesterségek ünnepének, 2004-ben ő kapta az év mestere díjat. A műhelyben 40 év alatt sok szövőszéket készítettek és felújítottak. A ritka, különleges darabot megvásárolják. Ez itt a Kárpát-medence talán legrégibb szövőszéke a Felvidékről. Mindössze 24 darabból áll, fém alkatrész nincs benne. Érdekessége a kicsi mérete. Valószínű, hogy ez a bakonyi sváb szövőszék is túlélt két világháborút is. A mester megmutatja a lábítók felkötözését úgy, ahogy azt az idős takácsoktól tanulta. Az alsó mindig egy zárt hurok legyen. A zárt hurkot rátesszük a lábítóra, és ez kerül mindig alulra. Így. A felső az mindig csak egy zsinór, kettéhajtva. Ezzel szintén egy hurkot képezünk. Fontos, hogy a nyüstkerete megszoruljon. Akkor az alsón csinálunk egy hurkot, beletesszük, megszorítjuk és rögzítjük egy csomóval. Ugyanígy a másikat is. A láncfonalak bekötése után kezdődhet a szövés. Ezt a széket 1985-ben készítette. A méretek, formák a régi stílust utánozzák,
de a szerszámozás már a Takács módszer szerint működik. Ahogy a könyveknek, a szövőszéknek is megvan a maguk sorsa. A mester büszke rá, hogy András fia, aki tanítványa és utódja, a 30 év után visszavásárolt ezt a szép szőszéket. A gyártásban eltelt első tízesztendő megmutatta, igény van a korszerű, kis helyet foglaló, könnyen kezelhető szőszékre. Ekkor alakult ki a mai formája, mely olyan sikeres lett, hogy másolták, sőt, hamisították. Jelenleg 10 féle szövőszék sokféle változatát gyártják. A legegyszerűbb a hangyatípus, amely roncsszőnyegek gyártására alkalmas, 35 fa és 35 fém alkatrésze van. Mikor összeáll a térbeli szerkezet, beletesszük a szerszámokat. Fél órás összeszerelés után már lehet szőni a szőnyeget. Kisebb, keskenyebb szövőszék a kishangya típus. Keskeny, finom textilek, sálak, kendők szövésére alkalmas. Aki meg akar ismerkedni a kézi szövés szépségeivel, az alkotás örömével, már az első alkalommal egy szép sállal a nyakában mehet haza Lukács Judit sasadi műhelyéből. Hasonló szövőszéken teljesen más lesz a szőttes, ha más színű csíkozású a hosszirányú fonal. Ez a láncfonal. Ennek feltekerése a kellő számban és hosszúságban a szövőszék hengerére. Ez a felvetés. Ez a művelet valójában külön szakma nem csak az iparban, de a régiségben is. Egy-egy faluban sokan fontak, szőttek, de csak egy-két asszony tudott felvetni. Evel a 120 éves géppel jó felvetést lehet csinálni. A feltekert fonal kemény henger formájú, leszövhető az első métertől az utolsóig. A szövőszék olyan eszköz, mint a parasztembernek a földművelő szerszám. A felvetett fonal pedig olyan, mint az elvetett mag. Még sok munka lesz vele, de benne van a jó termés ígérete, a szép szőttes lehetősége. Lőrinc Péter 20 évig a pápai textilgyárban írezőmester volt. Műhelyében végezték a színes fonalak előírás szerinti rendezését, felvetését. Évente 10 millió folyóméter készült. Neki ez könnyű munka, ami másnak különleges tudomány. A munkát a mester tanítványa Kukor Péter készíti el. Az öreg gépezet jól szolgál a divatos, különleges, szivárvány alakos felvetéskor is. A felvetett henger
a fűző állványra kerül. Ez a három szerszám kell a befűzéshez. A szálakat megfelelő helyzetben kell hozni, a sorrendet leragasztás mutatja. Állványra kerülnek a nyüst keretek. A nyüst befűzés olyan, mint a programozás. A fűzés minta határozza meg a leendő textil képét, formáját. A szálak között előre tervezett rendnek kell lenni. A kéziszövés a rend művészete. A nyüst befűzés után a szálakot párosával a bordákba kell húzni, a munkát tincsenként ellenőrizni kell. A szerszám kész a szállításra. Pataki Zsuzsa Békásmegyeri otthonában 5 szövőszék működik, ebből 2 a pápai műhelyből származik. Különlegesen felszerelt hobbi típus, a hozzátartozó csévétartó állvány, a felvető készülék, és a szöges motolla segítségével itt helyben elkészíthető a felvetés. A motolla fordulatait óra számolja. Az elkészült szalagon a fonalak sorrendjét leragasztással rögzítik, majd elvágja. A készüléket odébb teszi. Ott újra felvet egy szalagot, és így tovább. Miután a felvetés elkészült, Zsuzsa befűzte a fonalakat, és már szövi is a textilt. Ennek a szövőszéknek 86 fa, és 360 fém alkatrésze van. A fának és a fémnek jól megtervezett pontos összeépítése és működése biztosítja a különleges, egyedi szőttes elkészítését. A műhelyben a textil munkán kívül fát esztergálnak, fűrészelnek, gyalulnak, csiszolnak, fémet vágnak, heggesztenek. Különleges munka a zsinórozás. A mester fia és utóda készíti a felkötözést. Az emberi erő ezeken keresztül mozdítja a nyüstöket, azok szétválasztják a fonalakat az előre tervezett módon. A kicsi szövőszéknek 10 méter, a 4 nyüstben 25 méter zsinór van felkötve. A hajócska vetélő nem része a szövőszéknek, de nélküle nehéz lenne szőni, mint hímzőnek, szabónak tűnélkül varni. Sokat kell fogdosni, forgatni, míg elkészül.
Készítenek házsfából, cseresznyefából, mert szép az erezete és könnyű. Az egyik szövő azt mondja, ezt szeretem, mert nem nehéz átdobni a fonalak között. Készítenek kőrisfából, mert az olajfa féle és nehéz. A másik szövő azt mondja, ezt szeretem, mert ha meglendítem, magától átsúszik a fonalak között. A mester mondja, aki csak egyfélét tud csinálni, nem mester, hanem kontár. A négynyüstös szövőszék gyártásakor mintegy 300 furatot kell készíteni. A helyüket milliméter, az átmérőjüket tized milliméter pontosan kell fúrni. A zsinórfurat peremeit még süllyeszteni is kell mindkét oldalról. A készszéket natúr lenolajjal kenik le, így a fa természetes színe és illata érvényesül. Budavári Krisztián és Friss Ernő dolgozik a műhelyben. Hat évi töprengés, kísérletezés, fejlesztés után hat éve gyártják az összecsukható öcsi szövőszéket. Lőrinc Péter végignézte a külföldi megoldásokat, de nem másolta le egyiket sem. Egyedül álló, egyszerű szerkezetet talált ki az összecsukáshoz, a rögzítéshez, a lánchenger fékezéshez, az áruhenger mozgatáshoz, és ezeket egy szövőszékbe építette. Ez a csúcsmodell. A használhatóság egyetlen korlátja, hogy a szerkezet nem viseli el a szőnyegszövést. Ezért csak finom textilek, vásznak, kendők készítésére alkalmas. Viszont a használhatóságát növeli, hogy négy nyüsttel, hat lábítóval is készül. Így nagy a mintázás lehetősége. Ezzel a fejlesztéssel megoldotta a szövőtáborok eszközeinek tárolását, szállítását, de a vevők körében is egyre népszerűbb, keresettebb. Mindössze négy csavar kell a helyén rögzíteni szétnyitás után, és lehet kezdeni vagy folytatni a szövést. Galánfin és Mitteréz műhelyébe vagyunk. 1993-ban egy textiles konferencián ismerkedtem meg Lőrinc Péterrel. Nála rendeltük meg eszközeinket a Nádudvari Szakiskola szövőműhelyének. De nem csak szövőszékeket kaptunk tőle, jó szívvel megosztotta velünk több évtizedes tapasztalatát, tudását, egész világra kitekintő szakirodalmát, kapcsolatait. Kívánságunk szerint szerzi be, festi meg a fonalakat, készíti el a felvetést számunkra. Sok kéziszövő van az országban, köztük én is, akik mesterüknek tartják. Ő még arra is ügyel, hogy köztünk ne legyen vetélkedés. Sőt, összehoz bennünket, szövőtáborokat szerviz már 16 éve, ahol megismerhetjük egymást, az új fonalakat, új eszközöket, új szövőszékeket, itt találkoznak a szövést szerető rokonlelkek, tanulnak egymástól és a mestertől.